A kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozathoz és a februári farsangi vidám időszakhoz kapcsolódva rendezik meg minden évben az Asszony Farsang elnevezésű rendezvényt. A hagyományoknak megfelelően ez alapvetően egy asszonyünnep, amikor a férfiakat kisöprőzik az eseményről. Azonban ez alkalommal az urak engedményt kaptak, és babos kendőben beléphettek a Szőnyi Művelődési Házba. A piros-fehér kockás abrozok megteltek a legkülönfélébb ízletes fánkokkal és más finomságokkal. Valamint előkerültek a pálinkák, fehér és vörös borok is. Általában a Duna Népdalkör, a nyugdíjas klubunk az alap, és ehhez kapcsolódnak azok az érdeklődők, akik vagy nem tudnak fánkot sütni, és azért jönnek, hogy egyenek egy finom farsangi fánkot, vagy nagyon tudnak, és akkor beszállnak a fánksütő versenyünkbe. Igazából a rendezvény örömömre egy közösségépítő programmá változott, mert hogy az elmúlt évben már itt voltak a Dunalmási Népdalkörösök, és ebben az évben már nyugdíjas klubosok is itt vannak, úgyhogy ez egy nagyon jó közösségépítő programmá vált. És az is jó, hogy itt megjelennek a gyerekek, meg az unokák, akik jönnek a mamával, vagy éppen egyedül, nekik is szerintem ez egy jó dolog, mert lehet, hogy még sose sütöttek fánkot, vagy az édesanyjuk olyan fiatal, hogy nem vállalkozik rá. Itt receptet tudnak cserélni, és hát aki meg nagyon ügyes, az még díjat is kap. A Dunaalmási Nyugdíjas Klub Vadvirág dalkörének tagjai már visszajáró vendégek. Mindig nagy örömmel csatlakoznak a mulatsághoz. Amikor először jöttünk, akkor nagyon meglepődtünk, mi még ilyenen soha nem voltunk, és ez egy érdekes, furcsa dolog volt, mert ugye egy sima farsangban voltunk, ahol azért mindenki beöltözött, férfiak, nők, de ugye itt, mivel csak a nők öltöznek be, és ha betévednek a férfiak, akkor kénytelenek egy kis pöttyös kendőt, vagy bármit a fejükre kötni. Ez itt egy mulatságos, jó kis dolog volt, és egymás között nagyon jól éreztük magunkat. A dalkör tagjai azóta is dicsérik, és nagyon lelkesen jönnek ide, úgyhogy most is készültek maskarával is, fánkversenyre is készültek, és még egy dalcsokorral is készültünk az itteni asszonyok szórakoztatására. A rendezvény a jelmezes felvonulással kezdődött, majd a csoportok, a Duna Népdalkör, a Napraforgók Citera Zenekar és a Dunaalmási Vadvirág Dalkör előadták zenés-énekes produkcióikat.